Szép jó napot kívánok a Polgári Platform nevében, Kéz Zoltán vagyok a Polgári Platform elnöke. A 2013-as év szeptemberében a Polgári Platform elindított egy programot Szurkoljunk a rasszizmus ellen címmel. A projekt keretében kilátogattunk futballstadionokba, szurkoltunk mi is a rasszizmus ellen, valamint híres színészek, sportolók végeztek el kezdőrugásokat a Polgári Platform nevében, felolvasva a Polgári Platform programját. Ahogy látjuk, az elmúlt egy évben világszerte egy olyan tendencia indult el a labdarúgásban, mind a FIFA, mind az UEFA kezdeményezésével, amely arra szorítkozik, hogy kiszorítsa mind a gyűlöletet, mind a rasszizmust a futballstadionokból. Talán szimbolikus jelentősége is van annak, hogy itt állunk Puskás Ferenc szobránál. Puskás Ferenc szobránál a múlt magyar labdarúgása és a jövő magyar labdarúgása is képviselteti magát. Öcsi bácsi igazán megtapasztalhatta annak idején, hogy milyen a kirekesztés, hiszen amikor 1956-ban a forradalom után elmenekült Magyarországról és letelepedett Madridban, az akkori politikai elit teljes mértékben kirekesztette őt, árulónak nyilvánította, a magyar média soha nem adott hírt arról, hogy ő milyen sikereket ért el a Real Madrid színeiben. Én bízom abban, valamint a Polgári Platform is bízik abban, hogy a jelenlévő fiatalok lesznek majd a jövő Puskás Ferencei, és amikor majd ők fociznak az immáron felépült új stadionokban, ők már nem fogják ismerni még hírből sem a most jelenlévő rasszizmust, gyűlöletet, és ők majd úgy fognak futballozni, hogy azokra a mérkőzésekre családok is kilátogatnak majd. Nem kell messzire tekintenünk, hogy lássuk, hová vezette Európát az antiszemitizmus a múlt században. A városegyesítős időszakában és még utána évtizedekig Óbuda egy rendkívül sokszínű kisváros képét mutatta. Budapestnek ezen a részén élt az egyik legjelentősebb számú zsidó és német ajkú nemzeti kisebbség egymással és az itteni magyarokkal együtt békében. A helyi közösségnek egyformán megbecsült tagjai voltak, egymás segítve igyekeztek a mindennapokban boldogulni. A magunk részéről arra törekszünk a harmadik kerületben, hogy újra megteremtsük az együttélés mindenki számára elfogadható viszonyait, és megerősítsük azokat a helyi közösségeinket, ahol a közös célok elérése közelebb hozza egymáshoz az embereket. Ma azért vagyunk itt, hogy világossá tegyük egy jól körülhatárolható szabályrendszer keretein belül másokkal, akár messziről jött emberekkel együtt is, sikeresebbek lehetünk a munkában, elfogadottabbak társas kapcsolatainkban, a fajgyűlölettel szemben azonban zéró toleranciát hirdetünk. A rasszizmus idegen az európaiságtól. A stadionok rasszizmusa a sportklubok számára sok bosszúságot és büntetést jelent. Nem utolsó sorban pedig ellentétes a nagy nemzetközi világversenyek szellemével és lényegével is. Nem európai származású futballisták nélkül alacsonyabb színvonalú lenne a legtöbb európai bajnokság. Argentina, Uruguay, Gána vagy épp a francia válogatott nélkül pedig nem beszélhetnénk labdarúgó világbajnokságról. A holnapi megnyitót több százmillióan várják már, én pedig azt remélem, hogy a brazil világbajnokság során is sikerül majd betartani a becsületes versengés szabályait és érvényt szerezni a fair play szellemének. Én Budapest Honvéd képviselem, Puskás Ferenc egyetlen és nagyon szeretett magyar klubját. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mindannyiunknak fel kell lépni a rasszizmus, az antiszemitizmus, a cigányozás ellen. Vigyázni kell, hogy a hagyományainkat tisztelve tisztítsuk meg a pályákat. Most Magyarország egy fantasztikus lehetőség előtt áll. Sok-sok évtizedes bűnös hanyagság után most pályákat építenek Magyarországon, most stadionokat építenek Magyarországon, most az utánpótlást támogatják, van akadémiai program, minden megvan, ami szükséges ahhoz, hogy a magyar nép, a magyar nemzet élvezze a labdarúgást. Hét teljes generáció kimaradt a labdarúgás szeretetéből az elmúlt 30-40 évben. Ezeket a generációkat nagyon nehéz lesz visszahozni. De azokat a gyerekeket, akik itt állnak, a többiek, akik kint vannak, azokat nem. Megmutatjuk nekik, hogy a stadionok olyan helyek, ahol szeretni lehet a futballt, amelyek a futball szentélyei, ahol tiszta emberek játszanak, és ahol jó körülményeket teremtünk, ők is visszajönnek. Én ezt szeretném elérni. A rasszizmus, a kirekesztés még mindig jelen van a futballpályákon, minden formában sajnos. Miért csak ne lenne jelen? Hiszen a társadalom valamennyi területén találkozunk ezzel. Igen, találkozunk a politikában, találkozunk a közéletben, találkozunk a kultúrában. Találkozunk cigányozással, zsidózással, és mindenféle egyéb más megkülönböztetéssel.
Sajnos a rasszizmus és az intolerancia kéz a kézben jár egymással. Nagyon nehéz fellépni ez ellen. Egy nagyon erős társadalmi és tudati átformás és nevelésre van szükség. A futball csupán leképezi a társadalmat, de föl is erősíti, pontosan népszerűségénél fogva. És ezért vagy a felelősség a futballnak, a futballistáknak, a futballszurkolóknak és a futballt vezető szövetségnek.